Drónnal figyelik a vasúti átjárókban a szabályos közlekedést a rendőrök. A Rélpol nemzetközi művelet során a Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányság teljes állománya is kivonul az összes átjáróhoz szeptember 26-a és október 3-a között. Ma a Kecskemét és Hetényegyháza között ellenőrzött a hatóság, ugyanis ezen a szakaszon több halálos baleset is történt. Nem hiszem, hogy ha itt nem látnak rendőrt, akkor itt mindenki megállt volna. Rutinból vezethetnek már? Valószínűleg igen. Rutinból mennek az ilyenek. Meg elég kis forgalom vasúti átjáró. A rendőrök a vasúti átjárók biztonságos megközelítését, a szabályos átkelést ellenőrzik. Az egyhetes akció során a szabályszegőkre szankciók várnak. Technikai eszközökkel is meg vagyunk támogatva, itt majd látható lesz, drónnal segítjük az ellenőrzésbe bevont kollégáimnak a munkáját. Amennyiben szabályszegést észlel akár a drónkezelő, akkor azt jelzi a vasúti átjárók közvetlen környezetében megállított és felállításaikat elfoglalt leállító járőröknek, akik intézkedés alá vonják a szabályszegést elkövető személyeket, és velük szemben rendőri intézkedés lefolytatására kerül sor. Szilágyi József felhívta a figyelmet továbbá arra is, hogy nem szabad rutinból közlekedni, ezért aki a vasúti átjárók közelében lakik, mindig győződjön meg arról, hogy nem közlekedik szerelvény a síneken. A személyszállító vonatokon is közös szolgálatot teljesítenek a rendőrök a jegyvizsgálókkal, és a vasúti pályaudvarokat is ellenőrzik.